Köszöntök mindenkit! Múlt heti sikerünk után nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra egész héten, hogy erre a mérkőzésre is megfelelően koncentráltan és nagyon nagy alázattal érkezzünk, hiszen nekünk ez lételemünk, és az, hogy mentálisan rendben legyünk, az alap dolog, tehát mi nem járhatunk a föld fölött egy méterrel. Úgyhogy ezt súlykoltuk és nagyon hangsúlyoztuk a lányoknak, hogy lehet, hogy nyertünk, de még sok feladatunk van a bajnokságban, és ezt csak akkor tudjuk elérni, hogyha megfelelő alázattal folytatjuk a munkát. Örülök nagyon a mai teljesítménynek, őszintén nem vártam közel ekkora különbséget, egy nagyon szoros mérkőzést vártam, mert azért ennek a kozármisénynek egy egészen nagy tartása van, azt gondolom, még akkor is, hogyha a mai nap nem úgy sikerült, hogy esetleg ők eltervezték, és tudtuk, hogy egy nehéz pálya, komoly csapatok izzadtak itt meg, illetve veszítettek pontokat, úgyhogy tényleg nagyon komolyan készültünk mi minden mérkőzésre természetesen, de örülök, hogy megmaradt a koncentrációnk, a fegyelmünk és a hitünk. Igazából könnyű ilyen helyzetben nyilatkozni, nyilván dicsérni tudom a csapatomat, ahogy beleállt a játékba, még egyszer mondom, nagyon sok egyéni jó teljesítmény volt, nagyon stabil védekezésünk volt és kapus teljesítményünk, abból sok indításgólt tudtunk szerezni, külön örülök a Lilinek, hogy ebben a nehéz helyzetben, hogy ma érkezett a mérkőzésre, ilyen teljesítményre volt képes, ezt köszönöm nagyon, de hogy az egész csapatnak amilyen munkát, amennyi munkát beletesznek ebbe, hogy ők fejlődjenek, és hogy a legjobb, aki legjobbat nyújtják, az azt gondolom, hogy megsüvegelendő és minden tiszteletet megérdemel. Sok sikert kívánok a misőnek a továbbiakban is természetesen. Nagyon élveztem egyébként a meccs minden percét. Kicsit féltem ettől a mérkőzéstől, mert ugye múlt héten egy nehéz ellenfelet tudtunk felülmúlni, és nem tudtam, hogy ezt a sikert hogy tudjuk majd helyén kezelni, de szerintem most is nagyon-nagyon jó fejjel érkeztünk erre a meccsre, és a motivációnk nagyon-nagyon magas szinten volt az egész meccsen. Úgyhogy végig azt éreztem, hogy dominálunk. Amikor hibáztunk, akkor is, tehát tényleg mindig volt valaki, aki a hátára vette a csapatot, és bíztattuk egymást, és tényleg nagyon-nagyon örülök neki, mert ahogy Boti is elmondta, itt azért elég komoly csapatok izzadtak meg, vagy veszítettek pontokat. Úgyhogy nagyon-nagyon értékes nekünk ez a győzelem. Dolgozunk tovább, és remélem, hogy ezen az úton tudunk tovább menni, és akkor szerintem nagyon szép sikereket tudunk még ebben az évben elérni. És én is további sok sikert kívánok a kozármisleinek. Először is szívből gratulálok a Nekának. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól használták ki a hibáinkat. Azt gondolom, hogy mind a két csapat nagyszerűen fölkészült a másikból. Nagyon meghatározta a mérkőzés kimenetelét az, hogy az elején gyakorlatilag egy olyan 6 zicset hagytunk ki, és nagyon nehéz volt lelket csiholni a csapatba, és hogy higgyük el azt, amit csinálunk, az jó. Egyébként jó volt, de hát találkoztunk ismét egy jó kapus teljesítménnyel, és hát utána a második fél időre már hiába próbáltunk meg gyakorlatilag mindent. Elvesztettük a lélektanát a mérkőzésnek, és saját magunkat is elvesztettük benne. Nagyon-nagyon köszönjük a sok-sok embernek, aki kilátogatott. Hát mindent meg fogunk tenni azért, hogy rászolgáljunk és méltók legyünk a bizalmukra. Én azt mondtam a lányoknak, hogy nekünk nem a bennmaradást kell kitűzni elsősorban célként, hanem hogy magunknak bizonyítsuk be azt, hogy képesek vagyunk meccset nyerni az NB1-be. És hát annyit dolgozunk, így el nekem mindenki, hogy kiesik a szemünk a helyéről. Iszonyat sokat videóztunk, nagyon sok meccset néztünk, mindenkire egyesével montázsokat összevágtunk, kapusokat is, stb. De hát az be kell, hogy lássuk, hogy még nem tartunk azon a szinten, hogy ezeket jól meg tudjuk magabiztosan oldani.
Hát a közeljövőben most a legfőbb feladatunk az lesz, hogy a csapatot összekapjuk. Itt nincs, nem esett mindig fölöttünk az eső, aztán bízom benne, hogy jövő héten pénteken kisüt a nap. És hát azért azt nagyon-nagyon kevesen tudják, hogy itt a héten elvesztettük a Lengyel Leonettet egy elég komoly betegség miatt. Elvesztettük a Zsemberi Zórát, csütörtökön a Virágot, és hát óriási köszönettel tartozom az egészségügyi stábnak, hogy összepróbálták őket drótozni, hogy ma pályára léphessenek. Hát az óra sajnos ismét elsérült a bemelegítésnél, de nem szabad lehajtani a fejünket, akkor is büszkének kell lennünk arra, amit elértünk. Tavaly, amikor nyilván, ahogy a Boti mondta, egy győztes meccs után könnyebb itt ülni, de akkor is meg kell tartanunk azt, mert tavaly, amikor nyertünk, akkor minden jó volt, és örültünk neki. Most is ugyanúgy kell helyén kezelnünk a dolgainkat, és föl kell, hogy vegyük azt a ritmust. Hát sajnos ugye nekünk ez egy nagyon negatív deficit volt itt a meccsben, hogy három hetet vagyunk meccs nélkül, próbáltunk edzőmeccsezni, egymás között játszani, hogy sportformát tudjunk hozni, de ezt a helyzetet is meg kell tanulnunk, hogy 3 hét semmi, és utána egy éles bajnoki, ami egy nagyon komoly meccs, és tanuljuk, néha sok a lecke, néha megugorjuk. Azon leszünk, hogy jövő héten kiavítsuk és mindent beleadjunk. De még egyszer szívből gratulálok a Dekának, mert a meccsképe alapján megérdemelték. Hát igazából erre az eredményre én sem számítottam. Úgy érzem, hogy a héten nagyon sokat beletettünk az edzésekbe, de ebből szinte semmit nem tudtunk visszaadni Lacibának. Elől nagyon sokat hibáztunk és hátul is. Igazából nem tudok mit mondani, gratulálok ennek a csapatának, és köszönjük a szurkolóknak, hogy ismét velünk voltak.